Jó napot kívánok! A következő két előadásban a kínai építészetről fogok beszélni. Az első előadásban a mai kínai építészetnek az előzményeit, a kínai építészet hagyományait, illetve a XX. század nagy részének az építészetét fogom áttekinteni. A következő előadásban pedig a kortás kínai építészetről lesz szó. Kezdjük tehát a hagyományokkal, de természetesen csak röviden, hiszen ez az előadás sorozat, ez a kortás kínai kultúráról szól, de hát a, a mai kínai építészet és tartalmaz hagyományos kínai elemeket, tele van hagyományos kínai utalásokkal, tehát érdemes tudni azt, hogy mik azok az elemek, mik azok az alapvető sajátosságok, amelyekre a kortás kínai építészet tud utalni, ha éppen akar. Ugye, hogyha kortás kínai építészetre gondolunk, akkor olyan csodák jutatnak az eszünkbe, mint mondjuk a Madárfészek stadion, amely a 2008-as Pekingi olimpiára készült, ennek ugye a hivatalos neve Nemzeti Stadion, tehát a köznyelv csak madárfészeknek hívja, vagy pedig mondjuk a Sánkái pénzügyi világközpont 2008-ban az úgynevezett Sörnyitó, a kínaiak így nevezik. Ez tehát az egyik, ami eszünkbe jut a, a, kínai építészetről. A másik viszont azok a lelketlen tömbházak, amelyekben kínaiaknak a százmilliói élnek, hiszen azért a kínai építészet, a Kínában zajló építkezések, azok nem csak ilyen világszínvonalú kortárs építőművészeti alkotásokra vannak kihegyezve, hanem a 99%-uk az gyakorlatilag ilyen funkcionális épület, amely nem hordoz különösen esztétikai értéket, vagy hogyha igen, akkor pedig az uniformizáltsága és az állandó ismétlődése miatt unja meg az ember. Tehát igazából a mai kínai építészetnek van két extrém végpontja, az egyik a kortás, szupermodern, szupertrendi, nagyon cool reprezentatív építészet, illetve az uniformizált funkcionális építészet, amely hát nem nagyon rendelkezik sajátosságokkal, és mindenképpen hiányzik belőle az építészetnek a lelke. Na, ja, de hát nézzük meg azokat a hagyományokat, amiket már említettem, amikre a mai kínai építészet utalgatni szokott, és amelynek a felosztását tulajdonképpen a mai kínai építészet is követi hiszen régen is az volt a, a fő két kategóriája az épületeknek, hogy vannak a reprezentatív drága menő épületek, illetve vannak a funkcionális épületek, amelyek nem reprezentálnak semmit, hanem amelyekben laknak, meg amelyeket használnak, és amelyeknek lényegében a, a funkciójuk adja meg a sajátosságaikat. Na most a reprezentatív épületeknél Ért, létrejött az a sajátos kínai hagyomány, hogy ezek szinte kizárólag fa szerkezetes épületek lehettek, méghozzá egy meghatározott struktúrában szerkezettel épültek. Ezek a reprezentatív épületek ezek lehettek császári paloták, hivatalnokoknak a, a, a hivatali épületei, vagy a lakóházai, gazdag kereskedőknek a, a lakóházai lakótömbjei, templomok, kolostorok, bármi, ahol az épületnek nem csak az volt a célja, hogy valaki ne ázzon meg az esőtől, aki benne lakik, vagy a áru, vagy a termék, amit ott tartanak, az ne ázzon el, vagy az ellenség ne tudjon betörni a falakon, hanem az épületnek volt egy a, a kifele, a külvilág fele egy arcot adó funkciója, hogy azt mutatta, hogy aki ott lakik, a mihez vagy akihez az az adott épület tartozik, az ami fontos, jelentős dolog, lehet az egy császár, lehet az egy istenség, lehet az egy vallás, vagy lehet egyszerűen csak egy gazdag ember. Tehát ezek az épületek, ezek hagyományosan fából készültek, ez egy érdekes hagyomány, mert Kína nagy része nem nagyon van fa. Észak-Kínában fákat már jókorán kiirtották, Észak-Kína nagy része az meg van művelve már évezredek óta, tehát nagy több évtizedes, évszázados fák nem nagyon vannak ott az erdőket, már régen kivágták, tehát hozatni kell messziről drágán a faanyagot az épületekhez, sokkal egyszerűbb lenne mondjuk égetett téglából, vagy akár kőből építeni a reprezentatív épületeket, de, ne, de benne maradtak innen a hagyományba, hogy nem készülnek kőből fontos épületek nem készülnek márványpaloták, hanem fa paloták készülnek, akkor is, hogyha nem különösen praktikusak. Tehát például egy ilyen fa szerkezetes épületet elég nehéz kifűteni, már pedig a kínai császár is ilyenben lakott, praktikusabb lett volna, hogyha építenek neki egy jó kis téglaházat, vagy egy téglapalotát, vagy kőpalotát, vagy márványpalotát, nyilván megtehették volna, hogyha akarták volna de ezt nem tették meg végig, a császárság végéig, ilyen fa szerkezetes, nehezen fűthető, könnyed épületekben laktak a császárok is, meg mindenki, aki fontos volt az országban. Most ezeknek a fa szerkezetes épületeknek létrejött többfajta változatuk. De a lényege mindegyiknek az, hogy van egy alapzata, az alapzat az lehet kő, az sem mindig kő van, hogy döngölt föld, vagy valami hasonló múlékonyabb anyag, de hogyha egyáltalán építenek követ a házba, akkor az az alapzat, a talapzat, arra a talapzatra helyeznek oszlopokat, ilyen oszlop sorokban, a különböző frontokra, meg időnként az épület belsejébe is, és ezek az oszlopok tartanak egy bonyolult fából készült tetőszerkezetet, a tetőszerkezet az minél összetettebb, minél nagyobb, minél kifinomultabb, bonyolultabb, annál menőbbnek számít az épület. Igazából az épületek közötti pressz is különbség leginkább a tetőzetben jelent meg. Ugye a fa szerkezetes tetőt aztán lefedik égetett cseréppel, vagy esetleg szalmával, vagy valamilyen más anyaggal de, de hát ugye az csak burkolat magának a, a épületnek nem integráns része. És hát a tetőzetet az oszlopok tartják, tehát a falaknak, hogyha vannak -e, egyáltalán, nincsen teherhordozó funkciójuk, az oszlopok tartanak mindent. Van, hogy nem is építenek falakat, ismerhetjük ezeket a kis kínai pavilonokat. Ezek, meg egy ház között az a különbség, hogy a oszlopok közötti réseket a házaknál befalazzák, nem tudom, vályok téglával, vagy égetett téglával, vagy deszkával, vagy egyebekkel, oda tehetnek ajtókat, ablakokat, amiket akarnak, de igazából, hogyha kirúgunk egy ilyen falat, akkor, akkor sem történik semmi a házal, mert az oszlopok tartják az épületet, az oszlop az az épületnek a lelke. És ezek az épületek tipikusan nem különösen magasak, bár természetesen vannak több emeletes fa épületek is. Itt látható ez a szerkezet, itt ezek ilyen baloldalon ilyen egyszerűbb verzió, tehát alapzat, oszlop, tetőzet, a, a jobb oldalon fenn pedig egy picit több bonyolultabb változat, és is alapzart, oszlopok, illetve jóval bonyolultabb tetőzet. Így épült a pekingi tiltott város épületeitől kezdve a mindenféle e, templomokig szanaszét az országban, a délkínaig, az a dél kereskedők házaig mindenféle reprezentatív épület, vagy a nem tudom, szúcsói kertekben található kis pavinonok, tehát minden, ami fontos volt, ami szépnek, reprezentatívnak volt számva. A másik ága az építészetnek, a hagyományos építészetnek, a funkcionális építészet, itt is természetesen törekedhettek esztétikai értékre, de ez nem volt elsődleges. Az volt a cél, hogy az épület ellássa a funkcióját, tehát nem akartak nagyon mutatni kifele semmit, egyszerűen meg akarták védeni az embereket az esőtől, meg a széltől, vagy a termékeket a különböző természeti erőktől, hogyha magtárakról, raktárakról van szó és ennek a célnak rendeltek alá mindent. Itt jellemzően azt az építőanyagot használták a legnagyobb mennyiségben, ami a helyben rendelkezésre állt. Kína nagyon sok részét részén döngölt földből készültek a falak, mint mondjuk ezen az épületen, vagy itt ugye vakolás kilátszik, vagy vályog téglából, vagy menőbb helyeken égetett téglákból is készültek épületek, vagy hogyha hegységben volt található az adott, nem a falu vagy kisváros, akkor a helyben bányászott kőből épültek. És itt hát a, a mi európai építészetünkhöz hasonlóan a falaknak teherhordó funkciójuk volt, a tetőzet viszont nem volt olyan bonyolult jellemzően, mint a reprezentatív építészetnél. Szerintem a, a, a cél az nem valami nagyságnak, vagy fontosságnak, vagy gazdagságnak a felmutatása volt, hanem az, hogy az emberek számára menedéket nyújtson az adott épület. És hát az, hogy valami funkcionális, az nem azt jelenti, hogy kicsi, meg azt se jelenti, hogy jelentéktelen, mert például a nagy fal is egy ilyen klasszikus funkcionális épület, mint hogy funkcionális, nem reprezentatív, tehát nem arra van számva, hogy mondjuk Kína nagyságát mutassa, hanem arra van számva, hogy megvédje a kínai embereket a külföldi nomád támadásoktól. Ezért nem fa szerkezettel építették, hanem a belseje az hagyományos döngölt föld technikával készült, a történelem nagy részében az egész fal, tehát a külseje is döngölt földből készült, aztán a minkortól kezdték el ezt a döngölt föld magot égetett téglafallal beborítani. Ugye égetett tégla észak nehezen hozzáférhető, mert mint említettem a Sárga folyó, völgyében, a földjén a fákat már jókoran kiértották, már pedig ugye az agyagnak a kiégetéséhez tűzre van szükség, ahhoz meg tűzifára van szükség, tehát az égetett rél az drága dolog volt. Hát itt annyira fontos volt a funkció, hogy megvédje a fal az országot, hogy nem sajnálták az égetett téglát. Ugye ennek köszönhető, hogy aztán a mai napig a kínai nagyfal környékén húzódó falvak nagy része az a falból kilopott Téglából épült, mert hát miután a csinkorban elhanyagolták a falat, senkit nem érdekelt, hogy ott van, vagy nincs ott, paraszok szépen a jó drága, mégett téglát ellopták belőle, elhorták belőle, és abból építették a házaikat. Tehát a, a nagy fal akár is reprezentatívnak tűnik, igazából egy nagyon tipikus, ilyen funkcionális épület, Hát egyedül ezek a kis tornyocskák mutatják a, a reprezentativitásnak a jegyeit itt egyes e, e, bástyákon de hát szintén ilyen eh, hagyományos, funkcionális épületek, ugye a futjeni túlók, a hakka embereknek ezek a nagy lakóházai, amelyek ugye arra voltak hivatva, hogy a hakkákat megvédjék a környékbeli nem hakka embereknek a haragjától. A hakkák ugye ilyen gyűjtmentek, jövevények voltak Dél-Kínában, és hát az eleve ott élő emberek nem nagyon örültek nekik, hogy a nyakukra telepednek a hakkák, ezért aztán gyakoriak voltak a konfliktusok, és hát, hogy megvédjék magukat, a hakkák azok legalábbis fut ilyen tartományban, hát ilyen erődszerű házakat építettek maguknak, az ugye kifele alig van ablaka, és zárt, és jól védhető, és csak egy kapu vezet a külvilágba, befele pedig, mint egy ilyen pesti gangos bérház, ilyen több szinten, nyíló ablakok, meg ajtók nyílnak ilyen gangokra, meg egy közös térre a háznak a közepén, ugye belül a ház az nyitott egyen udvarral rendelkezik. Itt a jobb felső sarokban pedig a hagyományos föld döngöléses technikájú építkezés látszik, a dolognak tehát az a, 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 a lényege, hogy ez a kétfajta építészeti irányzat vagy megközelítés alakult ki Kínában, a reprezentatív, illetve a funkcionális. Nyilván a kettőnek volt ezerféle keveredése, nyilván van egy csomó olyan épület, ami igazából az egyikben sem fér bele. Meg hát mind a kettőnek vannak regionális változatai. A Funkcionális építészet az eleve építőanyag szempontjából is, ezért technika szempontjából is alkalmazkodik a helyi körülményekhez, tehát ahol kő követ használnak, ahol uh, agyag van, ott agyagot használnak, ahol föld van, ott földet használnak. A reprezentatív épületek azok fából készültek mindenhol, de van regionális változatosságuk ezeknek is, tehát egy ilyen szép szabályos, szimmetrikus észak-kínai templom az egészen máshogy néz ki, mint egy dél-kínai, mondjuk a kereskedőnek a lakóháza. Ugyanúgy faszerkezetes épületekről van szó, mert főleg dél-kínában rengeteg ilyen helyi verzió alakult ki, hogy nem tudom, milyen ablak, faragványok díszítik, a homlokzatot, vagy milyen, mennyire kunkorodik fel a tetőzet, hogy Dél-Kínában jobban kunkorodik, Észak-Kínában kevésbé, milyen színűre festik az oszlopokat, és így tovább, és így tovább, és így tovább, tehát rengetegen helyi hagyomány is alakult ki. Elsősorban Dél-Kínában, Észak-Kína az, az mind mindenben ilyen szabályos, derékszögű, szimmetrikus dolgokat kedvelt az építészetben is. És ide beszúrok egy kis filmet arról, hogy hogyan épültek a fa szerkezetes épületek, hogy még inkább tudják vizualizálni a dolgot. Ez a kínai építészeti hagyomány élt tehát Kínában évezredeken keresztül, igazából minden, mind a kettőnek a gyökereit már a neolitkorban megtaláljuk. Természetesen fejlődött, változott a kínai építészet a neolitkor óta, de nem olyan nagyon sokat. Tehát mondjuk egy késő neolitkori fa szerkezetes épületecske az már majdnem olyan volt, mint egy minkori fa szerkezetes épületecske, egy kunyhó, egy szegény embernek a kunyhója, az pedig gyakorlatilag ugyanolyan volt, nem tudom, négyezer éve is, meg száz éve is. Na most ebbe a kínai hagyományba érkeztek be a nyugati hatások a 19. században, ugye a történet ismert, a 19. század közepén először a britek, aztán a több többi nyugati nagyhatalom is az ópiumháborúkkal, egyéb konfliktusokkal rákényszerítette Kínát arra, hogy megnyissa a kapuit a külföldiek előtt. Tehát a külföldiek betelepettek, és ott a saját ízlésük, hagyományaik, szokásuk és technológiájuk, tudásuk szerint elkezdték átalakítani a saját környezetüket. Magyarul elkezdtek saját maguknak nyugati stílusú épületeket építeni. Az első nyugati stílusú épület egyébként nem a 19. században jött létre, hanem már a 18. században, amikor is Qianlong császár, a Qing dinasztia nagy császára, a 1735-től 1796-ig uralkodott jó sokáig, ő látott néhány képet Versailles-ról, Versailles francia királyi palotákról, és kiadta az ukázt az udvarában élő jezsuita tudósoknak, hogy ő is akar egy olyan palotát, mint amilyen a francia királynak van. Úgyhogy szépen a Castiglione nevű itáliai, illetve a Benoit nevű francia jezsuita össze-dobtak neki egy ilyen palota komplexumot, ez a palota komplexum, ez a un ming nevű ilyen császári pihenő vadasparkban, nyári palotában épült Pekingnek a, a külvárosában. Ez egy ilyen sok palota komplexumot magában foglaló, meg sok parkot, tavat, egyebet magában foglaló. Hatalmas, ilyen pihenő, park, palota együttes volt, és ennek az egyik része, tehát nem az egész Yuen Ming Yuan, hanem az egyik része volt az úgynevezett Xi Yang vagyis a nyugati épületek, vagy nyugati óceáni épületeknek a komplexuma. Hát itt a, ezek a jezsuiták ilyen márványból, meg egyéb, tipikusan nyugati építő anyagokból építettek egy kisebb palota rendszert, szökőkutakkal, valami miatt a szökőkutakat a császár különösen kedvelt, hogy inkább azokat akarta viszont látni a saját kertjében, meg palotákkal, labirintussal, ilyen angol park-szerű kertecskével, meg egyebekkel. A nyugati építészet, így jelent meg Kínában, természetesen tömeghatása nem volt, hiszen az egyszerű emberek elől el volt zárva az épület együttes, és maga a császár sem nagyon használta nagyon, hát egy-két fogadást tartott itt, de ugye ezek kőből épültek, ezek az épületek nem feleltek meg a kínai hagyománynak, úgyhogy például nem költözött be ide a császár, meg senki nem költözött be ide, hát ilyen fogadó buli épületnek használták ezeket, aztán 1860-ban, amikor az angol-francia csapatok megszállták Pekinget a harmadik ópiumháborúba, és egy sérelmük miatt bosszút akartak állni, akkor megtalálták ezeket az épületeket, és földig rombolták őket. Azóta ezeknek csak a romjaik tekintettük meg, a romokat szépen karman tartják a kínaiak, hogy tudják mutatni a múzeum szerűen, hogy mekkora értelmetlen pusztítást végeztek itt a nyugati agresszoroknak a csapatai. A 19. század második felében a nyugatiak elkezdtek ugye saját város negyedeket építeni maguknak, ugye Hongkongnak, a, a, a központját az teljes egészében brit építészek építették fel maguknak, illetve a. a külföldiek előtt megnyitott városoknak a koncesziós területeit, tehát azokat a háztömböket, negyedeket, amelyeket megkapott egy-egy nagyhatalom, a saját ízlése szerint épített fel és rendezett be, úgyhogy ha elmegyünk Sánkájba, most is látható itt a francia koncesziós negyed, francia stílusú épületekkel, meg a, nem tudom, egyéb negyedek is vannak, a mondjuk Csintaóban például német negyedet találunk, ilyen német stílusú villácskákkal, de ez ugye még nem szervesen kínai építészet volt. A, a valódi kínai építészetben az 1910-es évektől kezdtek beszüremkedni a nyugati hatások. Ugye egyrészt számos nyugati építész tevékenykedett a koncesziós területeken már a 19. század óta, ezek hát hatottak egy idő után a kínai kollégákra is. Másrészt pedig az 1910-es évektől elkezdett eh, hazatérni egy építész nemzedék, olyan kínai építészetnek a nemzedéke, akik már a nyugati értelemben véve voltak építészek, építészmérnökök, és Európában, Japánban vagy Amerikában tanultak építészetet, és végülis ez a nemzedék volt az, aki elkezdett modern épületeket építeni Kínában is. Érdekesség, hogy a leg befolyásosabb, legnevesebb építészek, azok a University of pennsylvania végeztek, valami miatt oda került az 1900-as évek elején egy csomó kínai építész hallgató, és onnan jöttek haza. Ez az egyetem pedig a, a francia Ecole de iskolának a hatása alatt áll. Ez a beaux stílus, ez a 19. század második felére 20. század elejére jellemző francia akadémikus stílus, ami meglehetősen eklektikus, tehát leinkább neoklasszicista elemeket vegyít mindenféle barok, meg rokokó, meg gótikus, meg egyéb elemekkel is. Most ebben nem akarok belemenni, de az amerikai Egyesült Államoknak a 20. század eleji arculata az ennek az iskolának a hatására alakult ki, mert mint az amerikai városoknak és ennek az iskolának a hatása alatt álló kínai építészek kezdtek el Kínában épületeket építeni, tehát egy ilyen áttétellel, egy amerikai közvetítéssel ez a francia iskola ez átkerült Kínába is. Na most a nyugati építészek közül mindenképpen megemlítenek egy magyar szemét, akit úgy hívtak, hogy Hudec László, vagy Hudec László, többféleképpen is szokták őt emlegetni. Ő az első világháború után orosz hadifogságból került át Kínába, ahol aztán Sánkhájban telepedett meg, és a, a Sánkhái virágkornak az egyik legfontosabb, legbefolyásosabb építésze lett, 20-as, -30 30-as években tevékenykedett Sánkhájban, és rengeteg épület kötődik a nevéhez, például a híres Park Hotel, ami a mai napig is áll, és ami annak idején egész Ázsia legmagasabb épülete volt. A, a Hudec hagyatékot, az ő életművét az, el, az elmúlt évtizedben kezdték el felfedezgetni Magyarországon is. Egy nagyon jelentős magyar építész volt, csak ugye kevésbé volt ismert, mert a Sánkhely évek után ő aztán nem hazajött, hanem Amerikába ment tovább, hiszen ugye Magyarországon is már kommunizmus volt, és hát nem nagyon feküdt az itteni rendszernek. Egy ilyen eh, amerikás eh, magyarnak az életművezet gyakorlatilag évtizedeken keresztül nem emlegettük őt, de az utóbbi egy-két évtizedben aztán megint előkerült, feltárták az életművét, könyvek születtek róla, dokumentumfilm eh, született róla. Itt van egyfajta versengés a szlovákokkal, mert miután felvidéki származású volt ez a Hudec, és nyilvánvalóan a szlovák vér is eh, csörgezett, az erejében, így a nevéből is adódóan a szlovákok egy nagy szlovák építésznek tartják, úgyhogy zajlik egyfajta versenyfutás azért, hogy milyen, hogy ő szlovák volt-e, vagy magyar volt-e. Az biztos, hogy magyar állampolgár volt, beszélt magyarul, és Budapesten járt egyetemre, tehát itt a budapesti építészeten szocializálódott. Na most a nyugati építészek természetesen a saját stílusukat követték, tehát ők nem nagyon törekedtek arra, hogy a kínai hagyományoknak megfeleljenek, és mondjuk kínai stílusú épületeket építsenek, vagy megújítsák a kínai építészetet. A kínai építészek viszont nyilvánvalóan ugye nem akartak egyszerűen csak nyugati mintákat másolni, hanem a nyugati modern technológiákat, anyagokat próbálták kombinálni a hagyományos kínai stílussal, formákkal, motivumokkal, és ezt aztán a politika is forszírozta. Az 1920-as, 30-as Években megjelent az igény arra, hogy kialakítsák a, a kínai formának az építészetét, vagy a kínai formájú építészetet, erre a, a, a szakszó az a csunkó kólyó színsér, tehát a kínai forma, vagy a kínai nemzeti forma. Ezt a Kómintang kormányzat, tehát a köztársasági kormányzat is támogatta, egy olyan építészeti formavilágot szerettek volna létrehozni, amely a nyugati technikákat, tudást, alapanyagokat, egyebeket keveri a kínai hatásokkal. Ez a leginkább aztán abban nyilvánult meg, hogy építettek egy nyugati épületet, aztán a tetére tettek egy hagyományos kínai tetőzetet, vagy pedig a, még annyival megtudották a dolgot, hogy eleve a nyugati technikával épülő épület, tehát olyan formájúra, tehát a külalakja olyan lett, olyan formájúra építették, mint egy hagyományos kínai épülete, de ez már természetesen nem ilyen faoszlopos, hagyományos reprezentatív épület volt, ami így létrejött, hanem egy nyugati épület, ami messziről nézve formájára egy kínai épületre emlékeztetett. A leghíresebb példája a kínai forma a csunkó kólyó első hullámának, a Szunyacen mauzóleum Nancsingban, ami 1929-ben épült, és természetesen most is látható. Itt ugye a forma, az ö, ö, teljesen kínai, tehát ez az épület, ez nem lehetne máshol csak Kínában, vagy esetleg valamelyik más kelet-ázsiai országban, ahova a kínai hagyomány kihatott. Tehát, hogyha megnézzük, akkor az, ez nem egy egy faszerkezetesen oszlopok által tartott tetőzetű kínai épület, hanem egy modern ö, kő épület, tehát csak a formája kínai, meg a tetőzete kínai, valójában a, az épület maga, annak a struktúrája, a szerkezete az nyugati, modern. A 20-as, 30-as éveknek a reprezentatív épülete, amit kínaiak építettek, és főleg Nanjingban, a fővárosban, illetve Sánkhájban a kínaiak építettek, ahol egyáltalán a kormánynak volt hatása az építkezésekre. Azok jobbára ezt a fajta kínai formát követték, nyilván ennek százfajta változata van, és hát nyilván a tömegépítkezések azok hasonlóan zajlottak, mint a, annak idején a, a hagyományos Kínában, tehát olyan nagy modernizációra, megújításra nem került sor. Tehát mondjuk egy kínai faluban a paraszházak továbbra is azzal a döngölt föld technikával épültek ebben az időben is, mint ezer vagy 2000 évvel korábban. És ha már említettem Sánkhájt, nézzük meg egy kis filmecskét a korabeli Sánkhájról, hogy egy picit képet kapjunk arról, hogy hogyan nézett ki a korabeli világ egyik legnemzetközi, legnyitottabb, legpesgőbb, leggazdagabb, legnagyobb városa építészeti szempontból. 夜上海，夜上海，你是个不夜城。华灯起，车声声，歌舞升平。只见弹，笑脸迎，谁知道内心苦闷？夜生活到未来，已是。 心脚步虽然人自醉，忽甜忽地蹉跎了青春。相思 <noise> 朦胧，转眼惺忪，大家归去心碎，心灵儿随着车轮的转动，换一换。 新天地，别有一个新环境，回味着夜生活，如梦初醒。 醉，忽、哦、天忽地蹉跎了青春。晓色朦胧，转眼心酸。大家归去，心灵碎。这车轮的转动，缓一缓，心。 是你是个不夜城，华灯起，唱声声，歌舞升平。只见她笑脸迎，谁知她内心苦闷？夜深。 醉，忽远忽近，蹉跎了青春。晓色朦胧，转眼惺忪，大家归去，心灵儿随着车轮的转动，换一换新天地，别有一个新环境。 回味着夜生活。如 大家归去，心灵随着车轮的转动，换一换新天地，别有一根新环境，回味着夜生活，如梦初醒。 Valódi, igazi országos modernizációs hullámot aztán a kommunista pártnak a hatalom átvétele hozott, ami ugye 1949-ben történt, és hát 49-50-ben elkezdték az új kormányzatnak, az új hatalomnak az emberei újjáépíteni az egész országot. Itt ugye a kommunista pártnak az esztétikai szemléletére hatása volt a Szovjetunió, a Stálini, szocialista realizmus, ami hát önmagában is egy elég eklektikus stílus volt. Ezt aztán kínai jegyekkel e, vegyítették, mert hogy kialakult a jelszó, hogy szocialista tartalmat kell létrehozni nemzeti formában. Ugye a szocialista tartalom az azt jelenti, hogy a felesleges reprezentációt azt kerüljük, és egy a proletár tömegek ízléseinek, meg igényeinek próbálunk megfelelni, de azért mégiscsak többek vagyunk, mint egy Szovjetunió klón, tehát bele kell vinni az épületekbe valami nemzeti sajátosságot, nemzeti formát. Emiatt az 50-es évekbeli reprezentatív építészet az tekinthető így a kínai forma, a dzsungó, gólyó, szingső második hullámának is. Ekkor olyan reprezentatív épületek épültek, amelyek hát picit szocialista, realisták voltak, picit ennek a bozár hagyománynak feleltek meg, picit meg azért kínaiasak is voltak, tehát mindig vittek be beléjük annyi csavart, hogy egyetemű legyen, hogy ez az adott épület az kínai. Ez természetesen nem minden korabeli épületre igaz, sőt az épületek nagy része az ilyen lelketlen lakóbarak, lakótelep volt, amelyeknek nem volt semmiféle jellegzetességük, se kínai, se másmilyen, csak egyszerűen lakni lehetett bennünk, de a reprezentatív nagy építkezések igyekeztek ezt az elvet, tehát a szocialista tartalom és a nemzeti forma e, szintézisét követni. A korszaknak a legreprezentatív termékei az úgynevezett tíz nagy épület Pekingben, 1958-ban kezdődött a nagy ugrás politikája, ami az egész országot mozgósította mindenféle termelési kampányokra, és ez az építészeket is érintette. És hát közeledett a kínai népköztársaság megalakulásának a tizedik évfordulója, 1949. október 1-én alakult meg ugye a kínai népköztársaság, tehát 1959. október 1 ére egy nagy ünnepséget, bulit szerveztek, tehát az építészeknek azt a feladatot adták ki, hogy Pekingben építsenek tíz Monumentális, reprezentatív épületet, tíz olyan épületet, ami amivel ünneplik a kínai népköztársaságnak az első tíz évét. És ez a tíz épület lett az, ami tehát gyakorlatilag egy év alatt megterveződött és fölépült, elképesztő gyorsan dolgoztak a, a, tervezők is, meg az építkezők is. Ez a tíz nagy épület lett az, ami aztán a korszakot a leginkább reprezentálja. Ugye ezek a reprezentatív épületek, ezek azért, ezek azért fontosak minden országban, minden kultúrában, minden korban, mert az alacsonyabb szinteken ezeket próbálják valamilyen módon utánozni. Tehát ezek nem csak így lógnak a levegőben, hanem hogyha épül valahol egy országos népi gyűlés, akkor a tartományi népi gyűlések, meg a tudom, megyei népi gyűlések, hogyha új épületet építenek maguknak, akkor igyekeznek egy picit olyasmit építeni, csak nyilván sokkal kisebben, sokkal olcsóban, mint a nagy országos épület. Tehát ezeknek a, az építményeknek ilyen országos kisugárzó hatásuk van. Ugye a tíz épület egyike az az országos népi gyűlés, tehát a kínai parlamentnek az épülete, itt a háttérben látható a, a katonák mögött, vagy ezen a képen. Ugye ez szép példája ennek a, a keveredésnek, hogy hát ezek az oszlopok, ezek mondhatjuk azt, hogy utalnak a hagyományos kínai oszlopos szerkezetű házakra. Persze azért van egy ilyen kis neoklasszicista hangulata is, tehát a görög oszlopokra is utalhatnak, hogyha úgy vesszük. Viszont az, hogy itt azért csak valami kínai dologról van szó, szóval az egyetemén ez a tetőzet, ami egy picit ívelt, piros színű kínai típusú tetőzet. Tehát ez az épület azért máshol nem nagyon lehetne, és ez igaz a többi épületre is. Ez például a Pekingi Pályaudvar, a régi Pekingi Pályaudvar, ami szintén a tíz épületnek az egyike. Itt is ugye ilyen nagy kőből, téglából épített hatalmas épületről van szó, tehát a nyugati modern technikával épült az egész. Viszont hát van ez az oszlopos szerkezet a bejáratnál, ami értelmezhetjük úgy, hogy utal a hagyományos kínai épületeknek az oszlopos szerkezetére, meg hát persze a tetőzet, ezek a kis tornyocskák, az ilyen kunkorodó tetővel, a szélső tornyok, meg az egész épületnek ez a kis kilógó eresze, tetőzete, ez is ugye egyértelműen kínai jegyeket mutat, tehát ez is egy olyan épület, ami hogyha leszednénk a tetejét, akkor lehetne bárhol a világon, de nem szedjük le, ezért csak Pekingben lehet, ma is így néz ki. Ez a forradalom történeti múzeum szintén a Tiananmen téren. Alapvetően a Tiananmen térnek az arculata ekkor alakult ki. Ugye a népköztársaság kikiáltásánál már megvolt a Tiananmen tér, de teljesen máshogy nézett ki. A két oldalára ekkor épült fel az országos népi gyűlés, illetve a forradalom történeti múzeumnak az épülete. Aztán majd csak a 70-es évek második felében fejeződik be a tér mai arcolatának a kialakulása, amikor a Mao mauzóleumot oda teszik a közepére, ami egyébként szintén egy hasonló építészeti stílusban készült, tehát szintén ez a nagy kő épület, ilyen kínai stílusú tetőzettel lezárva. És hát, mint említettem, azért a korszakban épült épületeknek a többsége az nem ilyen kínai formát hordozó reprezentatív épület volt, hanem hát a lehető olcsóban, lehető gyorsabban épült lakótelepi ház vagy ilyen barak, amely ugye azt a célt szolgálta, hogy a gyorsan zajló urbanizáció során városokba költöző munkásságnak valamiféle élőhelyet biztosítson. Hát itt az életkörmények azok nem voltak különösen jók. Ugye általában fürdőszoba, WC nem volt a lakásokban, nagyon picik voltak a lakások. Egy-egy, két-három generációs család élt egy-két, egy-másfél szobás lakásban. Hát az életkörülmények azok kifejezetten rosszak voltak, de hát legalább voltak életkörülmények. Itt ugye nem nagyon törődtek azzal a tervezők, hogy az épület szép is legyen, azzal se nagyon törődtek, hogy az épület az tartós legyen. A lényeg az volt, hogy egy problémát a városokba áramló, az ipar által felszívott tömegeknek a, a lakóhelyét biztosítsák. Ugye általában ebben az időszakban, ugye Maú nem nagyon szerette a művészeteket, és hát a, az építészekre is sokkal inkább ilyen mérnökökként tekintett, mint művészekre, és hát a, a tömegek számára ugye nem műalkotások jöttek létre, hanem épületek jöttek létre, ahol lakhattak meg dolgozhattak. Úgyhogy, hogyha Kínába járunk, akkor bőven látunk még ilyen jellegű kisé lepukant 50-es, 60-as évekbeli házakat. A 60-as, 70-es évekre aztán tovább egyszerűsödött a stílus, ugye bekeményedett a rendszer, és az 50-es években még játszottak a nemzeti stílussal, meg egyebekkel a 60-as évekkel különösen a a kulturális forradalom alatt, meg ugye már a nemzeti jelképek is üldözendőnek szállítottak, meg az ilyen hagyományos nemzeti utalások is, úgyhogy gyakorlatilag a funkcionalizmus uralt el mindent. Itt a jobb oldalon, ugye egy ilyen tehát az építészeti folyóiratnak egy 74-es számát láthatjuk, ahol ugye címlapon mintaképként van egy ilyen barak ház, egy ilyen modern, modernista barakház. Ez még egy egész szép példány, hát a gyakorlatban inkább ilyen jellegű panelok, meg egyéb lakótelepi házak, meg lakóbarakkok épültek a reprezentatív művészet az háttérbe szorult, ugye nagyon sok épületet már nem is építő mérnökök vagy építészek terveztek meg, hanem érvényesült a tömegvonal, hogy egyszerűen embereket mozgosították, hogy na, építsetek nagy épületeket, és hát ahogy éppen kijött a lépés, úgy készültek az épületek, nem is lettek túl szépek, meg nem is lettek túlságosan tartósak, itt aztán abszolút a funkcionalizmus érvényesült, ahol mégis volt valamiféle esztétikai funkciót, és az esztétika az inkább a politikát szolgálta. Tehát amikor a, a funkción kívül még valamit belevittek az épületbe, az tipikusan olyasmi volt, hogy az épület homlokzatára eleve belevéstek egy forradalmi lelkesítő feliratot, vagy eleve úgy tervezték az épületet, hogy a közepén a homlokzatnak legyen egy nagy kép vagy ele úgy terveztek az épületet, hogy mondjuk ilyen zászló rudakon vörös zászlók lobogjanak előtte, tehát ilyen politikai szimbolizmus megjelent, de nem az épületeknek a struktúrájában meg a, a lényegében, hanem a felszíni dekorációban. Itt például egy korabeli gyár, ahol ugye a feliratoknak rögtön szabtak helyet, meg nyilván az egész úgy épült, hogy a maó szobor már valószínűleg be volt tervezve, itt a gyár kapu tervezésekor, meg ugye a gyár kapun látható a, a gyár nevének a Felirata. És hát itt ugye azért annyi kínaias elemet belevisznek, hogy ezek a kő oszlopok, ami ugye a kínai hagyománytól teljesen idegen, a kínai hagyomány nem dolgozik kő oszlopokkal, azok ilyen kínai jellegzetességű, ilyen átkötő formákat kaptak. Az 1980-as években meg már zajlott a reform és nyitás. Ugye a történelemből tanultuk, hogy 1976-ban meghalt Mao Zedong, 1978-ban Teng Xiaoping és Gárdája átvette a hatalmat az országban, és meghirdették a reform és nyitásnak a politikáját ami hihetetlen gyors fejlődést hozott az országnak, ugye elkezdődött a, a kínai csoda. Most a 80-as éveket azt még az előző korszakhoz sorolnám építészetileg, az építészet az nagyon lassan változik, és még a igazi kortás építészet nem jelenik meg ott, általában az ilyen kultúrtörténeti előadásaimnál 78 szokott lenni a választóvonal, viszont itt nem, mert a 80-as években még sok szempontból a régi formák éltek tovább, nem a 60-as, 70-es éveknek a, a lecsupaszított funkcionalizmusa, hanem az 50-es években már ugye látott kínai forma. Azt lehet mondani, hogy a 80-as évek reprezentatív építkezéseiben, a kínai formának a harmadik hulláma jelenik meg. Tehát visszatér az a hozzáállás az építészethez, hogy építünk valami nagy beton, vagy kő, vagy tégla építményt, ami bárhol lehetne a világon, csak teszünk rá egy olyan kínai tetőzetet, vagy építünk elé olyan oszlopokat, amelyek a kínai hagyományokra utalnak. Itt ezen a képen például a Pekingi nyugati pályaudvar látható, ami egy hatalmas Uh, sok emeletes uh, épület uh, komplexum. Ez is ugye akárhol lehetne a világban, hogyha nem lenne a tetején a fa szerkezetes épületet mímelő, utánzó, díszítő tornyoknak a csoportja. Ez ugye nem egy igazi fa szerkezetes épületet, csak az utánzata, de hát egyetemen kínai. Illetve a homlokzatra nem tettek volna szintén ilyen kis kiálló kis tetőzetecskéket, meg ilyen kínai stílusú oszlopokat. És az egésznek a bejárata. Az fedve van egy ilyen előtetővel, amit szintén egy pirosra festett kínai stílusú oszlopok tartanak. Most ez ettől nem lesz egy hagyományos kínai épület, természetesen, tehát itt szó nincs arról, hogy ezek az oszlopok tartanák az, az egész épületet. Ez, itt egy modern, leginkább ilyen vasbetonból készült épületről van szó. Csak hát ezek a külső dekoratív elemek utalnak arra, hogy ezért mégis csak Kínában járunk. Ezt az építményt egyébként 1996-ban adták el, tehát ez már nem 80-as évek, de hát az, az, az építkezések ugye évekig vagy akár évtizedig is tartanak, főleg a, a tervezéssel együtt, nyilvánvaló, hogy az előkészülete 80-as években. Kezdődtek meg ennek az épületnek, meg hát ez a, a kínai formának a harmadik hullám ez most is megvan, tehát most is épülnek ilyen épületek. Azt lehet mondani, hogy a trendet már nem ezek az épületek szabják meg, tehát hogyha rákeresünk a, a interneten, hogy nem tudom, 2020-ban épült kínai épületek, akkor az első tíz épületben valószínűleg nem lesz benne ilyen jellegű, de hogyha megnéznénk, hogy 2020-ban milyen épületek épültek országosan, hány tízezer vagy százezer épület épült országosan, és azok hogy, néznének, hogy néznek ki, biztos, hogy találnánk ilyes fajta épületet, ami hát gyakorlatilag egy ilyen nagyon nyers és szervetlen keverése a kínai elemeknek, illetve a nyugati elemeknek, nyugati technológiáknak. Ezen a képen a pekingi nemzeti könyvtárnak a 80-as években épült épülete látható. Itt is azt látjuk, hogy egy ilyen nagy, gyakorlatilag panelház, a tetején ilyen kőből készült kínai faépület utánzó elemekkel. Ezt a, a, a korszak egy kifejezetten sikeres, jó sikerült épületének szokták egyébként tartani. És hát persze nem csak ez az irányzat működött. A 80-as években már megjelent Kínában a külföldi tőke, meg megjelentek a külföldieknek az igényei is, például rengeteg hotel épült ebben az időszakban, ez itt a Pekingi International Hotel, ami egyáltalán külföldieknek épült, és hát ez a kornak a, a nemzetközi stílusát képviseli, mentes mindenféle kínai jegyektől, talán itt az íráséjékkel meg alkotott feliratot leszámítva, ilyenből is bőven épült a 80-as években Kínában, sőt az épületeknek a többsége, az ha nem is ilyen színvonalú modern épület volt, de alapvetően ilyen nyugati nemzetközi stílusú épület volt. 80-as években terjedt el az, amit mondjuk egy kifordított medence stílusnak lehetne nevezni. Rengeteg olyan épület épült, amit fehér csempével beborítottak, ezek ilyen kocka épületek, vagy ilyen téglatest épületek, amit tetőtől talpig fehér csempe borít, az üvegablakok azok pedig kékek. Szerintem millió számra épültek ilyen épületek, most is sok ilyen látszik. Ez leginkább a 80-as éveknek a terméke. Úgy tűnik, hogy 80-as években felfutottak a fehér csempe meg a kéküveg gyárak. Nem reprezentatív épületek épültek belőlük, hanem minden más, tehát iskolák, kórházak, lakóházak, irodaházak, egyebek is. Ez is 80-as évekbeli Peking, láthatok hátul, a beton lakótelepek, ugye ezek is természetesen semmilyen kínai jellegzetességet nem viselnek, ezeknél ugye nem is volt cél. Itt előjött megint az, amit már a hagyományos építészetnél láttunk, hogy jól megkülönböztethető a reprezentatív meg a funkcionális építkezés. A funkcionális épületeknél nagyon sokszor nem is törekednek arra, hogy bármi pluszt belevigyenek, bármi ilyen értéket esztétikai pluszt adjanak az épületnek, ott annyi a lényeg, hogy lakni lehessen benne, és lehetőleg ne omoljon össze, bár ez az utóbbi ez azért nem mindig sikerül, ilyen példát majd a következő előadásban fogunk látni. Most köszönöm szépen a figyelmet, a következő órán a kortás kínai építészettel fogom folytatni a visszatlátásra.